rátérünk a víz és a gyógyítás kapcsolatára, csak egy rövid pauza idejéig ez a hippokratiszi medszannak a nagyon-nagyon alapját elmondom, mert holnap ez előjön a piócázásnál, és előjön majd a kambónál is. Van egy ilyen tétel, hogy humorál patológia, úgy hívják nagyon tudományosan. Ez egy olyan elképzelés, ami egyébként azóta már a tudomány, illetve a hormon kutatás, szerológia, egyebek visszaigazolt, hogy vannak bizonyos alapnedvek a testünkben, szervezetünkben, amelyeknek egyensúlyba kell legyenek. Ha nincsenek egyensúlyban, akkor ez betegségeket okoz. Ez egy körforgás. Ezek a nedvek, ezek dominánsak egy bizonyos szakaszba, máskor pedig kevésbé, ez például az évszakok járásánál megfigyelhető. Ez a négy nedv, most azért nem játszunk ilyet, hogy barkóval meg találjátok ki, hogy haladjunk. A sárga epe, a vér, a fekete epe és a nyálka. Ezek közül van olyan, ami kvázi tetten érhető, tehát fizikai formájában látjuk, mondjuk a vért, azt tudjuk azonosítani, hogy micsoda. A sárga epét is tudjuk azonosítani, ugye, amit majd a kambózásnak ki fogtok hányni. A nyálkát is tudjuk, az, ami felköhög az ember, mikor megfázik, ugye ilyen nyálkos tünetei vannak, és a fekete epe az, ami ilyen érdekes dolog, amit nem nagyon fizikai formában nem nagyon tudunk azonosítani, micsoda, de tény, hogy egy betegség okozó tényező. A fekete epének egyébként a látin neve az melankólé, tehát ezt tartották régen, a melankólia, azaz bánatbetegség, azaz depresszió okozójának, hogyha ez felhalmozik a szervezetben. Fekete epe egyébként a májban székel, és nagyon fontos időnként kitakarítani. Na most... Coca-Cola, igen. Na most de... Nyilván, hogy a nedvtannal kapcsolatos betegségeket, problémákat olyan módszerekkel tudjuk gyógyítani, kezelni, ami ezeket a nedveknek a helyreállítását, nedvek egyensúlynak a helyreállítását szolgálja. Na most, ha egy nedv nincs egyensúlyban, akkor ott általában két eset lehetséges, vagy túlteng, vagy hiányzik. Túlteng és pangás. Alapvetően egyébként az ember nem véletlenül talált ki bináris számítógépeket, azért nagyon sok minden így működik az élet. Az agy így működik binárisan, ilyen igen-nemekkel játszik, tehát sejteket szaporít, vagy sejtek számát csökkenti. Amelyiknek hiánya van, akkor a másik valószínűleg van. Pontosan. Tehát az egyes úgy erről szól. Elbillenés van a rendszerben, és helyre kell billenteni. Erre vannak különböző gyógymódok. Most erre mondok példákat. Ilyen gyógymód például az érvágás, amit most ilyen boszorkányos dolognak állítanak be, hogy az érvágás az ilyen középkori gyógymód, aminek már semmi jelentősége nincsen. Holott a vér túltengése az nagyon komoly problémákat okoz, ma a népesség nagy része ebben szenved, hogy bizonyos testrészében túlteng a vér, aztán elpattan valami, és akkor van agyvérzés, és egyéb embóliák, trombózisok, mindenféle problémák. Na most a vér túltengését azt általában úgy lehet jól kompenzálni, hogyha leeresztünk belőle. Most erre szolgál tégen ugye az érvágás, és ennek egy szofisztikáltabb változat a piócázás. És a kocsmai verekedés. Na most ez egy nagyon fontos, amit a Gábor mondott, ugyanis pontosan ez a tézis van, hogy a természetben alapvetően ugye a nő az, aki havonta vérzik, amíg a virágzása tart. Ugye élete virágja, amíg tart, addig minden hónapban veszít vért, ezért például a nők esetében az ilyen szív- és érrendszeri megbetegedések, vérrel kapcsolatos problémák, azok szignifikánsan kisebb eséllyel következnek be, amíg tart, amíg bennem áll a menopauza, de aztán utol érik a férfiakat. Na most ugye gondolná az ember, hogy kicseszett a teremtő velünk, mert hát itt megint a nőknek adott valamilyen, nem csak szebbek, mint mi, illatosabbak és virágosabbak, mi meg itt maradtunk ilyen ronda tohonyák, hanem még ebben is sokkal előrébb járnak, mert még nem is vannak bele mindenféle vacakban, mert igen, nem igaz. A férfiaknak ugyanez a harc. Tehát a természeti népeknél, a férfiaknál a vérzés körülbelül ugyanolyan gyakorisággal előfordul, mint a nőknél, pontosan azért, mert vadászat során, ugye a fizikai munka során, az egymással való küzdelem során előjön. Na most van olyan civilizált nép, aki ezt tudta implementálni, például a székelyek, erre szolgálnak a kocsmai verekedések, hogy ezt a természetes érvágási folyamatot ezt mindig fenntartjuk. És akkor ezért mondják azt, hogy azért volt a plakáton, ugye biztos láttátok, mikor jöttek be a
a szegény migránsoknak hívjuk őket. Szegény migránsok jöttek be, akkor Székely kiplakátolták, hogyha idei jössz Székelyföldre elvenni a munkánkat, akkor tekenyőt hozzá belednek. Tehát van egy ilyen mechanizmus, ami a férfiaknál is ugye vérelvét egy szolgálja. Na most egyébként volt ilyen tudományos kutatás, ahol ezt vizsgálták, hogy az érvágás és a vérvesztés, mint olyan vérelvétel, mint önmondnak, van-e valami egészségügyi hát, vagyis a hatása, már pozitív értelemben. Volt egy kontrollcsoport, akinél nem csináltak ilyet, volt egy másik, akitől, mit tudom én, két vagy három havonta levettek valamennyi vért, és kiderült, hogy igen, a vérminőség is változott, a vérviszkozitása is változott, nagyon sok pozitív hatás volt. Például a vérnyomás értéke az 10 vagy 15 ponttal egységgel lejjebb ment a normál vérnyomásuk, mint akinél ez nem történt meg. Most ha vér túlteng, akkor ugye erre nagyon sok megoldás nincsen. A vérvágás van, például a köpölyözés, a véreszetéses köpölyözés, amit nálunk valamikor úgy csináltak, hogy volt egy ilyen kis csikkantó nevezetű kis szerkezet, alig várom már, hogy egy finom mechanikai műszerész nekem gyártson egyet, ami úgy nézett, hogy egy kis doboz, ebben volt 8 vagy 9 kis penge, meg egy rugó. És fel lehetett húzni, odaraktad a bőre, és ez egy ilyen nagyon picit vágta be csak a bőrt. Tehát úgy nem csontig, hanem egy picit beütötte a bőrt, arra rárakta az ember a köpölyözőt, és akkor kiszívatta ugye a vért a köpölyözővel, a vákummal. Most az az érdekes, ez nálunk már nagyon régóta nincs ilyen csikkantó, én hogy rajta vagyok ilyen nemzetközi fórumokon, az arabok ugyanezt csinálják, tehát nekem van Törökországban, Irakban, mindenhol ilyen virtuális ismerősök, és küldik a képeket, hogy például ez most egy egyiptomi srác, ugyanúgy gyógyítanak, mint mi 100 évvel ezelőtt. Tehát tehénszarv nekik a köpölyöző. Nem üveg köpölyözőt használnak, hanem a tehénszarvval kiszívják szájjal a levegőt, betapasztják egy kis viaszdarabbal, és ugyanilyen csikkantóval megvágják, és véreszetéses köpölyözést csinálnak. És ott például úgy van, hogy vannak ilyen, mint ez, csak ennél nagyobb, mint ott a kályha, ilyen hosszú nagy hodályok, bennülnek a férfiak, sorba székeken, és 8-asával, 10-esével járnak ilyen csoportokba gyógyítók, és mindegyiken ott van a 120 darab köpőzőüveg, kiócáznak, stb. Ott ugye csak férfiakat, tehát ott férfi nők nem. Ez is változó, mert van, például Indonéziában kezelnek nőket is a férfiak, tehát változó, hogy ez kultúra függő, de általában a férfiakat gyógyítanak. Más kérdés, hogy itt most szígyük őket. Na de, azért, én nem tudok arabul egy szót se, de van a jó évek Google Translate. Ha megnézed a hozzászólásokat, tudjátok, hogy köszönnek egymástól el. Minden egyes mondatok után ott van, hogy Allah segítsen. Úgy szólítják egymást, hogy nővérem és filérem. Tehát azért onnan is van mit tanulni, ha más nem ezt az összetartást, még ha ez vallási alapon is van, azért ők ebben szerintem példamutatóak, másrészt pedig tényleg a gyógyításuk az a természete sokkal közelít mindenhol. Tehát én nézem ezeket, nagyon sok muzulmán van fönn, de törökök, rengeteg egyiptomi minden, hát ott a piócázás az teljesen minden napon dolog. Ez nekik ez nem valami újdonság, ezt tudjátok, hogy az arabok azok nem annyira tiszták ott. Tehát a higiéniai körülmények mások. Ezért rengeteg ilyen fekélyes, fertőzéses betegség van, rendegetként gangrénás, meg mindenféle, tehát ott üszkösödik, meg egyéb. És például a biózászoknak is használják, nagyon komoly. Mert rengeteg az ilyen aprés arcú nő, tehát ahol ilyen mindenféle kagyúmirigyes problémák vannak, ott ismerik és használják ezeket. Na most visszatérve ide. Ugye ezek a nettannal kapcsolatos gyógyítások, ezek mind arról, hogy izzasztás, hánytatás, mosatás, tehát hasajtás. Ezzel vissza lehet állítani ugye ezt az egyensúlyt. Na most, mielőtt elkezdenénk építeni ott van a finn infraszaunát, jó, lerajzolok egy eszközt, amiről még fényképpen is tudnék mutatni, a Gábor nem spórolna az árammal, és tényleg hajtod a biciklit, én nagyon mert hogy egyébként az egész képetre van felépítve, mert egyetlenként többet mond 1000 szónál, tehát jobb lett volna, de mindegy, elfogadom. Tehát infraszauna helyett egy 10.000 forintos beruházással megoldható a következő dolog. Szép fenyődeszkákból ágyhoz egy ilyen szerkezetet. Ez egy akkora kell, hogy legyen méretezésileg, hogy beleraksz egy ilyen sámlit, amire rá tud ülni egy ember úgy, hogy itt a feje kilóg.
tehát itt kilóg a feje. Jó, de csak a feje lóg ki. Kaloda. Igen, itt van egy lyuk, amin a, ugye, nyakát ki tudja dugni a fejét, és ide lesz vizes törlő között rakni. Na most itt beül tiszta csórén, az azt jelenti, hogy mesztelenül. Tehát a csihán csípte csóré csika, az azt jelenti, hogy megcsípte a mesztelen csikát a család. A csihán az a család. Na, itt beül az emberke, ugye most nem tudok szép emberként rajzolni. Igen. Itt van egy borkája, hogy mondják a hajdúságiak, vagy egy, nem az erdélyek mondják, hogy borkáj, hogy mondják hajdúságiak? Kaszoly. Kaszoly. Egyébként az is Erdélyben megvan, az úgy, hogy kászú. A kászú meg a nyírfa kérekből, vagy fenyérfa kérekből összehajtogatott kis dobozka, ami arra szolgál, hogy valamilyen élelmiszert rakja, mert a málnát rakjál bele. Azt tudjátok, honnantól, hogy székely vagy. Együtt szeded a medvével a málnát, de a nevezetbe. Egy nagyon rövid pauza, tehát a hajdúkról egyébként ugyanak, amit a székelyeknek van egy nagyon jó társaság, hogy eljárok hozzák a közül 3 éve, és ott mesélte Antti bácsi. Tehát a hozzáállás, hogy a világhoz hogy állok hozzá, hogyha tragédia történik, hogyha rossz helyzetbe kerülök, hogy azt lehet úgy, hogy sajnálom magam és haldoklom, meg lehet úgy, hogy pozitívan. Na most a következő történet volt, 2 ilyen öreget elvittek onnan Szibériába, a nagy biztonságba. A nihilbe, a kaja semmi, meló, rengeteget meghalnak. És az egyik öreg elindult a WC-re, ugye a latrinára jó messzire, és mentek ketten együtt a latrinára, és ültek ott ugye, hát egyik kezükkel kapaszkodtak a botba, ugye másik azért, hogy a farkasokat el tud hajtani, guggoltak. Az egyik elkezd kegyetlenül röhögni. Ugye a másik, hogy Pista, hát mit röhögsz, azt mondja, itt vagyunk a nyomorban, majd meg fagyunk, azt mondja, mit van kedved röhögni? Azt mondja, tudod, mit tud eszembe jósul? Mindig azt mondta, hogy ne itt szarjatok a tanyameget, hanem menjetek egy kicsit odé. Hát most jó egy. Nem mindegy. Tehát ebben aztán mindenféle gyógynövény főzetet lehet rakni. Ugye a széna pejva, ugye mint általános panacea, mindenre jó dolog. Azt szokták általában ilyen gőzfürdőkni használni, ami a széna levélről lekutyog. Ilyet már nehéz találni, mert ma már szénát vetik. Nem tudom, tudjátok-e, nem terem, vetik a szénát. Igen, mert hogy a fajgazdagság ugye egy kicsit most már más, mint régen. De régen ugye a szénáról lepotyogó fejvát, azt nem igen lehetett egyéb másra használni, a tyúkok esetleg felcsipegették, de abból főztek egy főzetet, ami ugye virágok, levelek, egyebek benne volt. És akkor ezt is becsukod, itt csórén ül benne az ember, és gőzöl. Na most ez azért nagyon jó, mert benn van a keze, és az okostelefont hiába nyomt, ugye nem látja, mit csinál. A fejének az égek illen, mert különben megfullad. Tehát ebbe átgőzöl a test. Fölmelegszik, azok a gyógynövénygőzök átjárják, kiizzadja, ugye természetes tisztítási folyamatok beindulnak. Na most ennek van egy radikális változata, tehát ez deszkából megépített, nyithatóra kell, mert itt a lyukon nem tud bemászni. Tehát az elejét ki kell tudni nyitni, beül, becsukott, benn van ott a szénapejva. Antti bácsi ezt továbbfejlesztett, ő majd egy kazán tervezett mögé, amivel keringeti le. Kérdés, mivel jön a meleg? A meleg abból jön, hogy ez fel van forra, vagy ez egy forró. És milyen mennyiségű? Hát egy labor. 10 liter? X. Egy labor. Tehát ez kb. Ugyan, amit a léti receptek, hogy légy egy marék valamit. Hát valamennyi, egy 10 literes mosófazékba ott felkezdődik. Bele tudja a lábát? Nem, csak maga a gőz. Maga a gőz. Az már büntető szakad. Most legvégén van. Maga a gőz itt, ami átjárja a testet, átmelegíti, az segít. Na most ennek van egy radikálisabb változata, amit én ott a saját falumban gyűjtöttem. Az az volt, hogy Mariska néni, Józsi bácsi, nem Józsi bácsi, ez Jani bácsi volt. Volt egy kis öreg, aki meghalt már nem olyan rég, egy jó barátom, nagyon sok mindent mesélt nekem, sokat jártam hozzá. És ő mesélt az apjával történt, hogy ment kifel a faluból, és az utolsó ház környék, ez egyik öregasszony, térden kúszva ment az udvaron, és tologatta maga előtt a moslékos vödröt. És kérdezte tőle, hogy mit csinál. És mondja, hogy hát annyira fájnak az üzleteim, hogy nem tudok menni, nem tudok fölállni, de hát disznóknak enni kell adni. Mennyi kell az állatnak, ennyi-annyi. És akkor mondta, hogy na tudja, mit csináljon. Fogja meg, van egy ilyen
nagy dézsa, amivel szőlőt tapossák, fogjon egy lepedőt, egy samlit, rakjon be egy samlit a dézsába, fogjon egy deci denaturált szeszt egy üvegbe, rakja be, gyújtsa meg, üljön rá a samlira, és tekerje be magát, takarja be magát egy nagy fehér lepedővel, és hagyja, hogy az leégjen az a denszesz ott. És akkor ezt csinálja meg egy 2-3-szor. És ugye ettől rendben is jött az öreg lány. Na most itt ugye mi történik? Hát ez nagyon egyszerű módszer, hogy kapsz egy száraz meleget, meg ugye elfogy az oxigén valamilyen szinten ott abban a térben, elkezdett izzadni. Tehát ez egy ilyen száraz, izzasztó kúra. Na most ebből van millió fajta, például az ilyen izületi betegségeknél nálunk az egyik öregasszony az azt jelenti, hogy minden tavasszal, reuma ellen, hangya bolyba beleforgatta a kezét. Könnyél ki. Na most ez híj, de most hangya savas kenőt, például az oroszoknál ezt a buravevitet nem győzöm hozni, vagy hozatni, mert annyira jó, ugye a hangya sav az nagyon jó az ilyen izületi problémákra, de hasonló, mint a csalán. Istenem, kísérletiesen emlékeztet, mind az izzasztó kamra működése, mind a szesz égetése lé alatt. Emlékeztet arra, amikor Somlosi Lajos ezeket tisztítási eljárásokként ismertette. Tehát tulajdonképpen mégpedig ilyen belülről tisztátalan, elmocskosodás esetén, tehát mit, ha valaki olyan dolgokat csinál, ellenkező nemű embertársával, azt lehet, mondjuk ő azon vergődött, hogy nem jó a denaturált szesz, hanem csak nagyon fontos, nagyon jóféle konyak jó rá. Tehát, nagyon jóféle konyak a paraszokban nem volt. Csak denszesz. Csak gyanúsan nagyon ugyanaz az eljárás. Igen. Azért nem volt, mert még amikor én kollégista voltam, még a pitralon tudtuk, tehát annyira nem volt konyak. Még egy valamit, ez viszont képzeld el, hogy a saját dédapámmal, ugye ő elkapta egy olyan betegség, hogy évekig nem tudott felállni. És egy porcsa ma, ahogy jöttek a bucsusok, mentek Mária porcsa, és akkor mit ajánlott, kértek ide, megebédelt őket a minden, és akkor cserébe, ugye nem cserébe, hanem az volt, hogy kérdeztük, hogy a bácsi az miért van az ágyba, és mondták, hogy hát már évek óta itt van, kb. 10 volt föld fogyott el, mert ugye vitték Debrecenbe orvosokat, és akkor mondta, hogy most azonnal fűtsék fel a kemencét, éppen nem kenyérsütés nap volt, felfűtötték a kemencét, beletettek egy kemence kenyeret, amikor kisült a kemence kenyér, tehát ugye itt 5-6 kenyér, amennyi egy családban szokásos volt, berakták a dunna alá, és befektették az öreget a dunnába. És képzeljétek el, hogy az az ember, aki nem is tudom már... A kenyeret rakták, de bocsánat. Kenyeret. Tehát ugye ez az izzasztás, csak ugye az élettel izzasztasz. És képzeld el, hogy az az ember, aki 5 éve nem tudott megmozdulni az ágyból, utána fölkel. Egy ilyen tőle. Ezeket abszolút nem használjuk ki, ezeket a lehetőséget. Mindenütt az izzasztásról van szó, illetve arról van szó, hogy méregtel is ki a szervezet, többit mint vissza. Igen, meg ugye például kívül valaki. Tehát előléphet egy olyan energiahiányos állapot, amikor kívülről kell bevinned. Vagy hő, vagy bármilyen formában az energiát. De a kemence amúgy is egy szimbolikus dolog, tehát azt használták. Igen, például ugyanígy az ász, hogy elázott a kisviba, a kis csirke, azonnal a langyos kemencébe rakták. De gyereket ugyanúgy a kemencébe rakták. Tehát az egy olyan minőség, igen, ami gyógyít, de most elszakítottad a fonalat, amit én vezettem, és most nem tudom visszatalálni hozzá, infraszamra, meg a hangya. Tehát a hangya. Na most a hangya az egy érdekes történet, az egy tűz elemű valami. Ugye? Maga a hangyasav is egy hív, az egy tüzes dolog. Mi szoktuk azt csinálni gyerekekkel, hogy kicsi levelet az ember jó körben nyalogat, és rárakja a hangyabolyra, és a hangyák megtámadják azonnal, és ráfecskendezik a hangyasavat, és szépen lenyalogatod. Az egy nagyon kellemes savanykás ízű valami, tehát mikor ilyen savanyúságra vágyol kint a természetbe, és nincs éppen citronfa ott, akkor, ami azért ritka, ezen az éghajlaton, akkor bízvárt vízhatsz a hangyákba, hogy egy kiváló, tényleg finom, hát itt is kerestek hangyát, aztán majd meglátjátok, hogy mennyire jó ízű valamit ad, és ez egy jó kis immun erősítő dolog. Tehát a természetben ott van minden. Egyébként ez a rovarevés, ugye szokták most ilyen gasztrosokból mutatni, hogy hát rovar tesznek ezek a hülye, izék, primitív emberek. Elmondanám, nálunk az Alföldön nagyon sokáig szokásban volt. A szöcskének például a lába, az kifejezetten egy ilyen dolog volt, amit szerettek a gyerekek rákcsálni. Tehát nem sütötték meg úgy élve. Tehát megfogták a szöcskét és megették.
Tehát ez nem volt egy... Tóth Feri a specialistája. Igen, tehát ez az, hogy például rovarokat esznek, a fehérje bevitelt ilyen valamilyen formában rovaron keresztül, ez nálunk is megvolt. Tehát ez nem egy olyan nagy kuriózum, nem egy olyan nagy valami. Már holnap természetesen piócát fogyattak, az is van valami. Van recept, ez igaz, hogy cigány recept. Hát figyelj, erről nincsenek, tehát ugye a gyűjtések bátrak nem térnek ezekre a részletekre, hogy... Nem tudom, jó, menjünk. Megszárítja a szél. Jó, ez epetisztító kúrát, ezt nem mondom el. Jó, mert ezt már úgyis mindenki kívülről tudja. Jó, ez a, mi úgy hívjuk a somlósi féle, de ez a Dr. Clark féle epetisztító kúra, hogy ezt hogy lehet megtisztítani. Most ezt azért mondom el, mert itt most, amit már letöröltem, ezek a medztamban található négy alapnedvet, hogy hogy lehet kitakarítani. Majd holnap beszélünk róla, hogy nagyon érdekes számomra ez, hogy találkozott például az állatokkal való gyógyítás, a pióca meg a béka. Tehát mindegyik másik két nedvre domináns. Tehát a pióca az alapvetően a hagyomány szerint a fekete ebéd és a vért tudja, annak a pangását tudja megszüntetni. A béka meg pont a nyálka meg a sárgaepével dolgozik. Ez egy érdekes dolog, most nem akarom lelőni a poént, meg a Feritől sem elvenni a kenyerét. Na, térjünk rá az ilyen izületi bajok, reuma, köszvény, gyulladás, dolgok, rengeteg van belőle. Régen ezektől a fenyővel szabadultak meg, tehát a fenyő az a minőség, amivel nagyon jól az ilyen köszvényes, reumás dolgokat lehet. Na most ezt ugye, van ennek egy ilyen nagyon-nagyon kidolgozott módja, hogy ez az almanokféle, terpentines fürdők meg egyebek, de ennek az egyszerű népi formája az, hogy egyszerűen fenyőnek a forgácsából, tehát szikáncsnak mondták régen a szilánkja a forgácsából, a kérgéből és a tűleveléből főztek egy fürdőt, és fenyőfürdőket vettek. Na most ezek nagyon jók ilyen reumatikus meg egyéb dolgokra. Nem szabad túl sokáig tartózkodni bennük, egy 10-15 perc, és a szív fölé nagyon ne érjen, főleg a magas a vérnyomás meg szíves. Ugye a terpentén fürdőn és ott is ügyelni kell arra, hogy szív fölé, hogyha valaki szíves magas vérnyomás, most nem bírja forró vizet, akkor az annyira nem ajánlott. Most ezt jól értem, hogy leforrázva és abban a... Főzve. Minden, ami ilyen kéreg, ilyen gyökér, meg ilyes, az főzni kell, az kevés forrázni. Jó, ezt... Nagyon jó erre a szénapelyva fürdők, meg a fenyőfürdő az ilyen reumás dolgokra, de alapvetően az izületi betegségek az honnan vannak. Ugye a hagyomány szerint lehetne kihűlésből, valaki meghűl. Például mosták a patakon, ugye ászadták a kendetnek, mosták a ruhát, kihűlt az izület, megfázik és megbetegszik, és akkor az hosszú távon ugye nem is nagyon szokott meggyógyulni magától, hanem egyre rosszabb lesz. A másik pedig, ami régen nem volt jellemző, de most inkább, most nem hűlünk ki, most a túlzott fehérje fogyasztás. Ezt az egy francia kutató mutatta ki gyönyörűen, hogy egyszerűen ezzel a fehérje levontó képessége minden embernek más, és hogyha ezt túllépi, akkor azok a fehérjék, az a túlzott fehérje fogyasztás, nek a bomlás termékei az ízületek környékén, és az ízületekbe fognak megrekedni, ott a kötőszövetbe, egyebekbe, és azok gyulladáskeltőek, és ezért ugye az ízületek megbetegszenek. Na most ezt egyébként nagyon könnyen be lehet bizonyítani mindenféle nagy trükk nélkül, meg kell nézni az állatokat. Tehát a lovat, ha valamivel ízületi beteggé akarod tenni, akkor etesed vele a kukoricát, hogy elsik. Tehát olyan savós patain, ha gyulladást lehet előhozni, hogy lehányja a patát és megdöglik. Azért, mert a lófűevő, ugye vakbélemésztésű, tehát arra van kitalálva, hogy legeli a füvet, rohadt nagy mennyiségű füvet berak a vakbelébe, hogy szépen ott fermentálgat, meg eljátszik vele, és akkor alacsony energiatartalmú valamiből leszik sokat, és így nyeri az energiát. Most a kukorica az egy brutális fehérje bomba neki, és ha felnyomott fehérjével, akkor egy ízületi beteg lesz. Kutyáknál ugyanez van egyébként, mikor adják nekik rogyási kiskorukba a kutyának, kiskutyának a magas fehérjelű táplálékot, és diszpláziás lesz a kutya. Tehát ugyanígy ellentron diszpláziás lesz. Hát egy csípő ízületi. Diszplázia. Aki kihalkul rá. Diszplázia, de kihalkott magának. A rokon kezdik valahogy. Olyan, mint a diszgráfia, csak fáj. Fújt nekem. Nem alszok el utána. Tehát ízületi beteg lesz, az a lényeg. Ez az emberre is igaz, tehát a túlzott fehérje, ráadásul ha ez rossz minőségű fehérje,
akkor ez ezt okozza. Ugye a köszvény, ez köztudott, hogy ott a magas fehérje bevitel, húcsod, meg egyebek, akkor az tud fájni, meg egyebek. Tehát ez diéta, meg vértisztítással lehet ezeket megoldani. Régen ez nem volt probléma, mert ilyen, hogy magas fehérje bevitel, az a nagyon szerencséseknek adódott, ugye az uraknak, mert a paraszt ember az nem evett annyi. Közvényesek is voltak az urak. Nem is tudtál sok fehérjét bevinni, mert még az én gyerekkoromban is az a heti egyszeri-kétszeri hús volt a normális. Tehát annál többet nem. Azért nem tudom, mehentes nem volt megint a faluba. Tehát anyám levágott hétvégén egy csirkét, és hogy milyen érdekes, csak visszatérve, hogy minden részéről legyél az állatnak. Vér meg volt sütve. Tehát a vér, a máj, az összes belsőség, a szedelék, zsír, bőr, ami lejött, amit máshova nem használtunk fel, az ki volt sütve reggelire, és én azt tettem, minden egyes hétvégén, nyáron az volt. Nekem most a gyerekeim alig várják, hogy már vágjunk valami csirkét, hogy kapas, hogy valami, hogy elsőnek ilyesmit. Ugyanúgy a disznónál is a vér meg volt sütve. Én, hogyha juhot vágok, akkor is a vért meg szoktam sütni. Tehát, hogy minden részéből legyél. Főleg azért, mert ugye az megint egy közvetítő, ugye miért mondta Gábor, hogy az a innetet vagy a tulajdonságedet hordozza, és abból is fontos enni. Másrészt meg hát ugye vas, meg egy csomóféle vitamin a vérbe van, sőt még apámék, apjai, azok nyersen megnyittak a disznó véréből, amikor levágták. Tehát amikor levágták, akkor a körmébe, amit lehúztak, abból ittak egy kortyot. Sőt, apám nyersen ette még a szavaknál, a disznó szavaknáját is. Hát ezek ilyen régi szokások. Van egy ilyen kis történet, volt egy vidéki lányka, és egy budapesti volt a fiúja, és egy ilyen disznóvágásra lehívták, és ezt a körmöt pucoltatták vele egy ilyen másfél-két óra hosszán. Tehát, hogy lehúztad a disznóról azt a körmöt, azt a szalut, azt a fogkezt, hogy mindenre takarították, majd vitte ugye a család főnek mutatni, hogy jó lesz, sem azt mondta, hogy jó. Lehet ilyeneket játszani. Na! Térjünk át, jó, mert nagyon kevés idő van ezekre a varázslatos gyógymódokra, illetve a népi gyógyászatnak a transzcendens részére, a mágikus részére, ami kevésbé ismert, és ugye, ami a legtöbbet vitatott, hogy ez babonaságok, meg egyebek. Na most ez az analógiás mágia is erre a hasonlító-rokonító szemléletre épül. Ugye hasonlító-rokonító szemlélet, most vegyünk egy példát. Például a semmi víz, az igen használ a szemnek. Mi a semmi víz? A semmi víz, amikor a szőlőt metszették, amikor beindult a metszkeringés, akkor egy kis üvegcsét ráhúztak a messzőre, és akkor csepegett a szőlőnek a medve. És ezt a medvet aztán a szembe belecsepegtette, bekemve vele, ez nagyon jól segítette a szemnek a működését. Ami ilyen. Milyen van a szőlőnek? Szem. Tudjuk, hogy szőlőszem, nem azt mondjuk, hogy bogyó. Tudományosan a bogyó termés, ugye, de a szem is. Hogy néz ki az a szőlő bogyó? Van kívül egy kemény hártya, belül meg egy kocsonyás valami. Ugye? Tehát egy az egyben analóg a szemre, és ezért ugye a nedve az jó lesz a szemnek. Most ez a semmi víz, ez erre szolgál. De ugyanígy mondhatnék egy példát, hogy az ablaknyirok, ami lerakódott az ablakon pára, azt is kenték az embereggel. Miért? Mi az ablak? A háznak a szeme. Jó? Vagy például a reggeli éhnyál. Az éhnyál az az, amikor még nem ettél, nem ittál, reggel felkelsz, az a nyál az egész más, mint amikor már eszel, megiszol. Abban olyan anyagok vannak, amelyek jó hatásúak erre. Például éhnyállal kenték a szemet reggel. Na akkor van egy olyan a népi gyógyászatunkban, amíg mondok egy párat csak itt példát. Például epebajnál, sárgaságnál aranygyűrűről ittak. Mert hogy az arany sárga, meg egyébként is azt tudjuk, hogy az aranynak van egy fertőtlenítő hatása, régen aranyhoz is evőeszközök voltak, meg ugye például a réz, mint fél drága, vagy félnemes fém, nem azt mondta, hogy fél drága kő, mint félnemes fém, ugye a rézkilincső pont annyi rezet bevitte a szervezetedbe, amennyit kellett, most már nem nagyon viszünk be rezet. Például a sárgaság, mert sárga répából faragtak poharat és abból ittak, tehát ez megint egy ilyen analógia, de hát lehetne sorolni, vagy analógia. Na most, kőre. Nagyon sok embernek van vese, meg eteköve. De tudjátok, mit használtak arra? Már mondtam rá a kövecses körfét. Nem hoztam pedig. Direkt el akartam hozni azt a valamit, amit erre használtak, hogy kitaláltak, hogy mi az.
a baromfiaknak az úzájában van egy sárga, kemény réteg belül, amit leszoktunk húzni. Ugye kimosod belőle a tötyit, azt a hártyát, azt lehúzod, megszárítod, összetöröd és azt vették be, mert hogy az tör, hát azért van az úzó, hogy a mor, hogy ott összetörje kemény magad, akkor ugye ez szerint a felfogás szerint belül is össze fogja törni benned a köveket. Csak ez az analógiás, mágiás gyógymódokra kapcsolatosan, ez gondolom, hogy hittel működik. Tehát akkor ezt mindenki hát a magának. Nem csak a hit. Aki nem hisz benne, annak hiába mondjuk ajánljuk. De annak is. Figyelj, az a igen, tehát igazad van annyiban, hogy ha ez része a világképednek, akkor természetes. És nincs kétséget, hogy működik. Tehát ez nagyon fontos a népi gyógyászatban, hogy ugye a népi gyógyászatot soha ne úgy nézzük, hogy ez egy különálló valami, hanem volt egy műveltség, és annak része volt ez, és a mindennapok része volt. Tehát az, hogy bízom a gyógyítóba, és bízom a gyógymódjába feltétel nélkül, ez része volt a gyógyításnak, az eredményességnek, meg a gyógyhatásnak. Így van. Az egy másik kérdés, hogy ez egy szemléletmód is. Tehát, hogy térképezem, hogy tapogatom le a világot? Úgy tapogatom le a világot, hogy megpróbálom szétszedni ilyen tudományos módszerekkel is elemzem jobbra-balra, vagy úgy tapogatom le a világot, hogy azt mondom, hogy a Jóisten vagy a Teremtés adott ehhez eszközöket. Van egy szemem, amivel látom, ugye az információ 80% ott jön be. Van egy szagolószervem, érzem a szagát, érzem az ízét. Tehát ki tudom következtetni, hogy mi mire való. Na most ehhez nagyon kell ismerni azért a természetet. Tehát azért én azt mondom, hogy azért ebben vannak az a hiba lehetősége. Tehát például lesz itt majd gondolom ilyen gyógynövény túra, tehát mondjuk a fészkes virágúak között van olyan, hogy ami erősen mérgező például, és nem mindig összekeverni egyiket a másikkal. Mondjuk egy ilyen vadzellert összekeverni mondjuk a foltos bőrökkel, az annyira nem jó szokott lenni. Tehát ehhez hozzárakodik a természet is, meg a hagyomány is. Tehát ez így együtt működik. Nézzétek meg Erdélyben, hogy bárhol a csángóknál, hát igazából nincs is külön megnevezés egy a gyógynövényeknek. Megkérdezik, hogy köhögésre mit szedtek? Hát a köhögésről való lapi. A lapi az levelet jelent. És nem az, hogy a köhögésre való, mert nem azért szedett, hogy köhögjél, hanem azért ne köhögjél. Tehát az, hogy köhögésről való. Ugye ez sem mindegy, ugye a nyelv, meg a mágia, ez külön megérne egy több előadást is, hogy lehet elrontani dolgokat ezzel. Most van egy másik érdekes dolog, amit Gábor mondott, említett, amikor itt tartotta az ő részét, hogy hogyan kapcsolódnak emberek együttlétek során, egyébek során. Tehát, hogyha van egy ilyen tétel, hogy az érintkezéses mágiának, hogy az egymással kapcsolatban lévő vagy összekapcsolt dolgok mindig kapcsolatban maradnak, és ez a szétválasztások után is hatnak egymásra. Mit jelent ez, hogyha ez azt jelenti, amikor a templomban elmondják, hogy amit Isten összekötött ember szépen válaszza. Tehát ha te összekapcsolsz két embert, vagy egy embert valami mással, akkor azok kapcsolatban maradnak. Na most ennek van egy érdekes ilyen természettudományos megközelítése, ugye ez a kvantum világban, ez a távolhatás elve. Tehát ugye amikor azt mondják, hogy ha két részecske kapcsolatban volt egymással, azokat szétválasztjuk, egyik részecske elmegy több milliárd fényévre egymástól, akkor is hatnak egymásra, holott fizikai, semmiféle fizikai vagy más egyéb kapcsolat nem feltételezhető köztük. De az egyiknek mondjuk megváltoztam a spínjét, akkor másiknak is meg fog változni ugyanabban a pillanatban. Tehát ez ugye a kvantum mezőben, szubatomi szinten ez kísérletileg be van bizonyítva. Most az az érdekes, hogy ezt a jelenséget, ezt hogyha áthozzuk ugye a makrovilágba, amit nagyon nem szeretnek, hogyha áthozzuk, ez a magyarázható lenne egy csomó dolog. Például a vérszerződés. Most gondold el, hogy 7 vezér ott van, nincs telekommunikáció, nincs semmi. A lovasfutárok azok hetekig mennek, mire információt tudnak küldözgetni. Egy irgalmatlan birodalmat kell úgy ötfön tartani, hogy az működjön. Nagyjából egy vezérről jár szerint. A 7 vezér mit csinál? Összeáll, eret, ami az én hordozó, eret vágnak magukon, és a vérüket összekeverik, majd megisszák együtt. Ezzel köztük létrejön egy kapcsolat, ami nem magyarázható, de fönn fog állni, és ezért ők érzik egymást. Na most majd mindjárt rátérünk erre a morfikus mezőre, vagy tudatmezőre, ami ebben a dologban közrejátszik, de ugyanezt történik, mikor egy-két emberpár egymással ugye összegabajodik, ugye ahogy Lajos szokta mondani, hogy hengerbócázik, kicserélik a nedveiket, akkor ott is a két ember között egy olyan kapcsolat keletkezik, ami nem szétválasztható, tehát
onnantól kezdve hatni fognak egymásra, akkor is, hogyha az volt az első és utolsó együttlétük. Most ezért van ez a nagy gabaj a világban, mert ezt régen felelősséggel kezelték, ma meg nem. Tehát ma ez van, hogy a diszkóba összefetreng, azt hiszem azzal le van tudva, de közben ott létrejött valami. Az más kérdés, hogy megint milyen tudatszinten jött létre. Azon a tudatszinten jött létre, hogy a régiek ezt csinálták, tehát hogy benne volt a másik tisztelete, a szeretete, és tényleg szeretet meg szerelem volt mögött, egy föllángolás ott mögött, egy természetes emberi dolog, hogy egy ilyen félkábult állapotban azért nem mindegy, hogy ott milyen... Klubcsökegér ne jöjjön belőle. Van ez a ilyen liszt, tudjátok, ez Indián bevegy a kuplerájba, mondja neki a madám, hogy Indián, hát ezt tapasztalatod van egyáltalán, hogy ide jöttél? Azt mondja, hát nincsen. Itt nem lehet kuplerájba, csak úgy legyen, van tapasztalatod. Mennyi szerezzél tapasztalatok? Na, elmegy az Indián, viszont vagy 6-8 hét múlva, kérdezi tőle a madám, hogy Indián van már tapasztalat? Van. Na jó, van, felküldi vele az egyik menyecskét, fölmegy az Indián, mondja menyecskének, hogy térdelj le. Menyecske, letérdel, fogja az Indián, tisztelősekbe rúgja. Szerintem, mit csinálsz, normális vagy? Indiánnak van tapasztalat, megnézi, nincs adukba darás. Tehát ezek nem mindegy. Ezért van az, hogy például azok az emberek, akik egyszer összeállítottak és elváltak, akkor el lehet választani, nincs ez semmi gond, de utána is megmarad ez a kapcsolat. Na most, hogy ezt hogy kezeli az ember, az a nem mindegy. Ezeket nem lehet félváró venni, de most mondjak egy másik példát, szervát ültetéseknél. Van kapcsolat? Megkapod valakinek a máját, szívét. Ez kimutatott tény, teljes személyiségváltozás van. Személyiségváltás van, vérátömlesztésnél. Ahol már ugye azt sem tudod, hogy kitől kapod, mert már készítmények vannak sokszor, amiben nem is egyfajta vér van. Van. Tehát nekem van ilyen az ismertségi körömben, hogy igen, beszám, hogy teljesen más ételeket kezdett el szeretni, másképp kezdett el beszélgetni, mint hogy egy új ember. Azért, mert az hordoz egy információt és megkapja. Na most ugye mi ezzel a csalmost azt mondjuk, hogy akkor mindenki halljon meg, akinek ilyet kéne adni. Nem. Szerintem az lenne a normális, hogyha... Köszönet. Igen, hogy te most mi van, nem ismerheti meg, hogy kitől kapta. Tehát elzárják az infótól. Szerintem az lenne a normális, hogyha megismerhetné, ha él, ha meg meghalt, akkor is tudhatná, ki volt az, hogy meg tudja köszönni. Hogy záródjon a rendszer, az áramkő záródjon, mert így nem záródik. Így befogadta magamba valamit, és nem tudom, hogy mi az, meg hogy meg. Érdekes, hogy amikor seregbe vért adtunk, akkor még kaptuk a köszönő leveleket attól, akinek. Na most a másik alapszabály ennek a mágikus rendszernek az alapszabálya, hogy bármely egység egyetlen kicsi részén végzett művelet ugyanúgy hat, mint az egészen végezted volna. Ez most egy bonyolult mondat volt, de a lényeg, igen, hogy ha te valakinek a hajszálán elvégzel egy mágikus műveletet, már úgy, hogy nem a fején van, hanem már nálad, akkor az ugyanúgy hat, mint az egész emberen végezted volna, mert az egész rendszer fraktális. Tehát benne van abban a kicsi hajszában, benne van az egész ember. Régen ezért vigyáztak például a hajra, szőre, egyebek, nem engedték szanaszély a fodrásznál, hanem összeszedegették, elégették, mert hogyha az valami rossz kézbe kerül, azzal ugye rosszat lehet okozni, tenni a másiknak. Ezen áll az is, hogy például az egész homeopátia ezen az alapon áll, mert ott is nézve a homeopátiában, ott már abban a szerben, hogy beveszel, nincs benne az eredeti anyag, hanem információ szinten ruházod át. Ugyanez a lényege annak is, hogy például nem kellett elvinni a beteget a gyógyítóhoz, hanem csak egy darab ruháját kellett elvinni. Ugyanezen alapul az is, hogy például a szent helyeken, amit említett Gábor, hogy most összebocskolunk, például a beteg úgy gyógyult meg, hogy a ruháját ott hagyta, egy darabot a ruhájából kiakasztott. Azért, hogy az a, ami, ugye mit, a ruha mit jelképez? Az téged jelképez, az részed. Most itt a probléma egyébként, hogy turiból öltözködünk. Honnan tudod, hogy kinek a sorsát veszed magadra? Ki volt előtte az? Hát az átveszi azt a lenyomatot. Hát az egész népviseleti rendszerünk, még a mosás is erről szólt, ugye a faragott súlykoló, hogy beleverem a mintát, hogy egy olyan mintát rakok abba a ruhába, amit hozzá. Most már ilyenek nincsenek. Most angol népviseletet hordunk, hogy amikor öltönyt veszünk fel, meg kínai, házi angol, hogy az öltönyre gondoltam. Hát nem tudjuk már, hogy már ezt sem használjuk ezeket a dolgokat, pedig ezek fontos dolgok, mert a viselkedés az nem véletlenül hasonlít a nyelvben is, meg valójában is kihat. Hát próbálj meg egy népviseletbe káromkodni, lehet, de nehezebb azért. Vagy görbén állni egy olyan csizmába, egy olyan ruhába, nem tudsz, azonnal megváltoztatni az ember viselkedését. Hát egy méltóságot ad, egy tartást ad.
Na most a baseball sapka az mit ad? Főleg is életetlen. Majmosít, majmosít. Igen, majmosít. Tehát ezek fontos dolgok. Na most... például nagyon érdekes erre a mágiára, hogy a faültetés szokás, amikor elment egy fiatal a házba, elvitték katonának a harctér, akkor ültettek egy fát. Amíg az a fa élt, lombot hozott, esetleg gyümölcsöt hozott, a gyümölcsfa volt, akkor az élt, akinek ültették. Ha az a fa elpusztult, akkor az a harctéren, az az ember, az meghalt. Össze lehetett kötni, ez egy mágia volt. Vagy a fával végzett mágiáknak egy gyönyörű szép példája. Például a gyerekeknél, amikor nem tudtak meggyógyítani a gyereket, mert semmi nem használnak, elmit próbáltak, nem sikerült, akkor volt a jelképes újjászületés szertartása. Annak az egyik változata az volt, hogy kimentek az erdőbe, és egy ilyen husánk fát, mint a karom, középen ketté hasítottak. Majd fönt megkötötték, lehúzták, és azon kialakult egy ilyen rés. Az olyan, mint ahol kijött a gyerek, ugye a szülőhívás. Az a női kaput jelképezi, amint úgy adták át a gyereket, hogy az a kicsi ing volt csak rajta, amiben fölöltöztették, mikor megszületett, és úgy adták át, hogy az ing fönnak adjon, és a gyerek mesztelenül a túloldalon kijött. Tehát ez megint az, hogy abból a szerencsétlen sorsból újra megszülettetem, és maradjon le róla az a szerencsétlen sors, ami valahogy ráragadt. Na most erről majd biztos Feri fog beszélni, ez a panéma, az indiának felfogása szerint, az energetikai mintázat, az a por, ami rakódik át folyamatosan az életed során, és ha időnként nem tisztítod le, akkor beleragad betegség, bármi, balszerencse, egyéb dolgok. Hát ezeket le kell tisztítani, és erre vannak persze módszerek, meg voltak régen is módszerek, a böjt, ilyen a régen ugye a valláshoz kötött szertartások, egyebek, de szertartás az megint egy milyen dolog, hát beszéltünk, hogy a szer micsoda, hogy az rend. A szertartás az nem más, mint hogy ezt a rendet megvalósított közösségi szinten. Tetszik érteni? Amikor szertartásokat végeztek, mikor ezeket a rítusokat végezték, az mind arról szólt, hogy közösségi szinten ezt a rendet lehozom ide, megvalósítom. Erről szóltak ugye a búcsújárások, a különféle népi évkörrel kapcsolatos események, amiket már nem csinálunk. Már nem csinálunk. Teljesen kihagyjuk az életünkből, és akkor csodálkozunk, hogy szép megy minden. Na, van egy nagyon érdekes dolog, amit egy angol biológus fedezett fel, és gyakorlatilag a nevet is ő adta neki. Van egy általános tudatmező, amit úgynevezett morfogenetikus mezőnek nevezett, ez a Rupert Sheldrake nevű jó ember. Ez egy olyan érdekes mező, ami minden élő körül ott van, és információkat tartalmaz, közvetít, stb. Na most az erő. Az erő, ez az bizonyos erő. Na most ő kísérletek során bizonyított, hogy ez a mező létezik. Van neki egy érdekes könyv, ez a Honnan tudják a kutyák, hogy mikor jön haza a gazdi, ez a címe. De akkor csináltak egy ilyen kis játékot, hogy azt megfigyelték, hogy a kutya mindig ilyen lesz, hogy jön haza a gazdi. És akkor persze jöttek a találgatások, hogy persze mindig ugyanakkor jön haza a gazdi, és megtanulja a kutya. De ez nem így volt, máskor is jöttek haza a gazdi jelzett. Biztos meghallja a kutya az autó hangját, de ha más autóval jött haza, akkor is jelzett. Akkor valami más, tehát nagyon sokféle verziót kipróbáltak, kiderült, hogy a kutyának tök mindegy, mert ha a gazdi mindig 5 órakor jött haza, és mondjuk az egyik nap elhatározott, hogy 7-kor jön haza, akkor 7-kor jelzett a kutya. De olyan is volt, hogy a gazdi elindult, mint ha ment volna haza, de aztán meggondolta magát, és nem jelzett a kutya, csak akkor, amikor valóban elindult haza. Tehát magyarul van valamilyen kapcsolat van a kutya meg a gazdája között, amit fizikai dolgokkal nem magyarázható, sem kémiaival, sem egyébben. Akkor csináltak egy olyan kísérletet, hogy beleraktak egy dobozba egy kutyát, nem rajzolom le, és akkor fogták, a doboz ugye nem látott ki, tehát semmilyen fizikai inger nem érte. Elvitték valahova, de itt 100 kilométereket képzeljük el. Azt mondták, hogy nézzük, hogy hazamegy a kutya, és a kutya fogta, és így hazament. Honnan tudja a kutya, hova kell hazamenni? Na most nagyon sokféle állattal ezt megcsinálták, hihetetlen érdekes kísérletek vannak leírva benne, hogy például papagájoknak a beszédkészségéről, hogy az tényleg csak utánzás, vagy hogy van, az persze kiderült, hogy nem. Nagyon sok mindenről van benne szó, de a lényeg, hogy
van valami olyan tájékozódási képesség az élőlényeknek, amit ma már nem használunk, de az állatok még igen. Ezt használják itt a madarak. Ugye azt feltételezték régen, hogy a mágneses mező, a napállása, meg egyedek, ezeket használják a madarak, ezeket ízleszkelés. Tehát kell, hogy legyen valami, ami alapján tájékozódnak, és ezt nevezte ő mezőnek, és azt mondja, hogy például van két ember, mondjuk egy, legyen egy egyes, meg legyen a kettes. Ez a két ember mondjuk egy házas pár vagy egy szerelmes pár, egyik van mondjuk Budapesten, a másik van New Yorkban. Ugye ezek itt, amikor együtt vannak, van ez a mező, na most ha eltávolodnak egymástól, akkor ez a mező megnyúlik, de megmarad közöttük. És tételezzük fel, hogy ennek a jó, ezek kapcsolatban maradnak. Tehát ez kimutatott tény, például ikreknél nagyon jó ki lehet mutatni anyalánya vagy anyagyermek viszonyban, hogy bármi történik a másik oldal, ez meg fogja érezni. Tehát volt, rengeteg ilyen kísérlet volt, hogy ikerpároknál tipikus, mert ők nagyon-nagyon erős ez a mező köztük, hogy mondjuk az egyiket baleset éri, másik megérzi ugye napot múlva, stb. Nálam ez például úgy fejeződött, hogy én kollégista voltam, nem bírtam úgy hazamenni a kollégiumon, nem volt még mobiltelefon. Egy telefon volt az egész faluban a telefonszerelőnek. Anyám mindig azt főzte, amire éppen gondoltam, hogy azt szeretnék enni. Mindig azt főzte, megérzi. Tehát ez a mező. Na most az az érdekes, hogy mi van akkor, ennek honvágya lesz, és haza akar menni. Az az érdekes, hogy bebizonyította a Sheldrick, hogy ez a mező egy vektoros dolog, tehát van benne irányinformáció és van erőssége. Magyarul ez alapján tájékozódtak régen az élőlények, mert hogyha van benne irányinformáció, akkor tudom, hogy merre kell menni. Ha van neki erőssége, akkor az erősségből érzem, hogy közeledek vagy távolodok. Ez a kettő dolog, ez elég ahhoz, hogy oda találják valahova. Régen ezt használták tájékozódás az emberek, az állatok még a mai napig, és ezen a mezőn keresztül lehetett bármilyen információt cserélni, és ez teljesen független volt távolságtól, bármitől. Tehát te lehettél a Holdon, a világegyetem másik pontján, ez a mező van, és ezt lehet használni, vagy lehetett használni régen kommunikációra, navigációra, mindenféle dologra. Na most ezt a mezőt használja a népi gyógyászat is egyébként, mert minden olyan gyógyítás, ami ilyen mágikus, például az ólomöntés, amire majd mindjárt egy kicsit több szót ejtek, a vízvetés, ezek mind arról szólnak, hogy ebben a mezőbe javításokat eszközöljünk. Úgyis minden ember körül is van egy ilyen mező. Most ez a mező eltárol bizonyos mintákat, például ha te megijedsz valamitől, megrémülsz, tehát ezek az érzelmi dolgok, amit például Gábor is mondott, erős érzelmek kiváltó dolgok, ezek a mezőbe zavart keltenek, és ilyen blokkokat hoznak létre. Na most ezek a blokkok ott vannak mezőszinten, de ezek leíródnak fizikai szinten egy idő után. Akkor ez belőle egy betegség. A új medicina ugyanerről beszél. Van egy érzelmi hatás, ami aztán fizikai szinten megnyilvánulva a bizonyos biológiai választ vált ki. Most az, hogy ezt a biológiai választ betegségként értelmezik, vagy a természetes biológiai válaszként, ami a helyreállítást szolgálja, az ugye megközelítés kérdése. Én azt gondolom, hogy a új medicina nagyon helyesen mondja azt, hogy bizonyos esetekben ez egy gyógyulási folyamatot jelent pont. Csak ugye az új medicinával is az a baj, amit Gábor is mondott, meg szerintem az, hogy mindenre kivetítik most már. Holott még az eredetiben benne volt, hogy ácsi, lehet mérgezés, sugárzás, és ha érzelmi, akkor ennek van az rákült vastörvény, amit Hammer leírt, annak együtt meg kell lenni. Az régen ezért nem volt rák, tehát ezt az ötöt nem bírtad összehozni falu. Most nem tudom fejből az ötöt, de a rákült vastörvénye valahogy úgy van, hogy hirtelen kellett jöjjön, nem számítasz rá, egyedül maradsz a dologba, tehát nincs, aki segítsen, nincs megoldás az adott pillanatban, sínre kerülsz, tehát folyamatosan ez jár az ötöt, de nem tudsz róla leszállni, nem tudsz túltenni magad rajta, stb. Most normális közösségben ilyen nem fordulhat elő, mert olyan van, hogy hirtelen ér valami, elmossa az árvíz a házat. De olyan nincs, hogy nem tudod ezt megbeszélni valakivel, mert ott van a közösség körülötted, ha más nem, ott van a pap, akinek elmondhatod. Olyan nincs, hogy egyedül maradsz, mert ott a közösség, aki segít, fölépítik a házadat, stb. Erdélyben, amikor volt a nagy árvíz, ez volt, mire megérkeztek a segélyek, már álltak a házat. Nekem a barátom mondta el, hogy az egyik ismerősnek elvitt a házát, egy hét múlva a család összedobta a telekárát, egy hét múlva ott volt a tégla, és mire jött a segély, már állt a ház. Tehát, hogyha egyből egyet kiiktatsz, tehát az a szép benne, hogy van öt, nem kell mindez ötöt kiiktatom, egyet kiiktatsz, már nincs rá. Hogyha érzelmiről van szó, de ugye most azért van más is még sugárzás, nem beszéltünk a rádió aktív sugárzáson kívül, ugye az elektromágneses sugárzás, meg egyebek.
erre már nem nagyon lesz idő, az egy fontos dolog pedig. Ezek mind ilyen tényezők, amik betegséget okoznak. Most, hogy visszatérjek egy kicsit erre a morfikus mezőre, például a vízvetésről hallottatok-e, vagy szenes vízkészítésről. Tehát régen, hogyha egy kisgyerek nagyon sírós lett, ugye azt mondták, hogy szemmel verték. Na most ez egy ilyen babonás dolognak tűnik, hogy lesz szemmel verni valakit. Nincs kocsán se rajta, mint a csigának, hogy így tudja verni. A lényeg, hogy a szem, mint a lélek tükre, az energiát közvetít. Annak van egy sugára, szeme sugára, azt mondjuk is, hogy szeme sugára. És egy kisgyereknek ugyanúgy van egy aurája, tehát egy külső immunrendszere, mint egy belső, még nem elég fejlett. Ezekkel az energiákkal ő még nem tud mit kezdeni, sérülékeny. Ezért ugye hagyomány szerint az összenőtt szemöldökű emberek, vagy éppen az édesapa fáradt, amikor hazamegy, annak a szeme tudja bántani. A szemsugár, akkor megbetegszik a gyerek, legyengő, belázasodik, sírós lesz, egy csomó baj lesz tőle. Nem csak gyerek, kisállat is például. És akkor, ha ilyen történt, vagy feltételezhetően történt, akkor szenes vizet csináltak. A szenes víz az nagyon egyszerű, fogtak egy tál vizet, vagy szentelt vizet, vagy megszentelt vizet. A kettő között van egy kis különbség. A szentelt víz az, amit a templomban vízkeresztül megszentelnek. A megszentelt víz meg az, amit te megszentelsz, így a kézével raksz egy keresztet. Belelöktek három darab élő szenet, az a parázs, az élő szén, a holt szén, meg a hideg szén. Három szenet, és akkor megnézték, hogy lesüllyed-e valamelyik. És akkor voltál még ilyen mondóka is, hogy kalap alól együtt kalap alá menjen, főkötő alól együtt főkötő alá menjen, kendő alól együtt kendő alá menjen. Na most mire szolgált ez a mondóka? Arra, hogy megállapítsák, hogy ki volt előtte benne a házba, ki okozhatta ezt a problémát. Ugye ha kalap alól együtt, akkor férfi volt. Ha főkötő alól együtt, akkor jány volt. Ha a kendő alól együtt, akkor asszony volt. És akkor, ha már tudták, hogy kicsoda, visszatudtak következni, akkor visszahívták, és azt mondták, hogy te raktad rá, akkor vegyed is le róla ezt az energiát. És a szemmelverés az nem rossz indulatból volt a legtöbb esetben, hanem egyszerűen olyan erős energiája volt annak a másik embernek, amit nem bírt el az a kisgyerek. Tipikus példája ma, ez a nagymama szindróma. Mikor nagymama külön él a családtól, és ritkán látja az unokát. És mikor látja az unokát, akkor azt a két hónapnyi szeretetet, amit apró adagokba kellett volna a gyereknek megkapni, ezt úgy egyszerűen ráömleszti, és akkor hazaviszik a gyereket a szülők, és akkor belázasodik. Már megint elkaptál valamit a mamától, már megint megfáztál, már ez a baj, az a baj, holott semmi baja nincs. Egyszer ezzel rengeteg a szeretet energia. Nem tud mit kezdeni, nem tudja feldolgozni. Kevés a processzorért, meg a memória, meg minden. Nem tudja feldolgozni. Ezért köpködték meg a gyerek. És erre volt igen a megköpködés, stb. És erre volt a vízvetés, ugyanis ilyenkor, ha ez a baj, akkor lesüljön a szél. De mondok jobban, nem hogy a szén lesüljed, hogyha ugyanezt megcsinálod cirokseprőből kihúzott cirokkal, ami amúgy nem süllyed le sosem a vízbe, az életben nem süllyed le, az is lesüllyed. Gyufaszállal ugyanúgy meg lehet, akkor ezzel a vízzel, ezért tettek egy keresztet a homlokára, a mellkasára, a köldökére, ugye három fontos csakrára, ugye a harmadik szemre, a szív csakrára, a köldök csakrára. Egy cseppet a szájába raktak, utána a vizet elvitték, és balkéz visszájáról kiöntötték olyan helyre, hogy ne lépjen valaki vele. Miért balkéz visszájáról? Azért balkéz visszájáról, mert visszacsinálom. Mert visszaállítom az eredeti állapotot. És ugye ez a restore, csúnya angol szóval. Igen, tehát hogy visszacsinálom. Na most ugye népi gyógyászatban ez a visszacsinálásban sok mindent tetten érhető. Például a szoknyának, a fonákjának, szoknyának a fonákjával dörgölték ki mindenek a gyerek szemét. Tehát az is ugye a belső részszel visszacsinálom a dolgokat. Van nagyon sok olyan dolog a népi gyógyászatban, hogy ha valami betegséget meg akarsz szüntetni, akkor azt a képet kell megalkotod magadba, nem az, hogy meg fogsz gyógyulni, az, hogy már megtörtént. Nagyon fontos dolog. Be kell hozod a jelenbe. Vagy egész a múltig vissza kell raknod, tehát nem a jövőbe, hogy hát most megbetegedtem, meggyógyulok. Ha azt a képet be tudod hozni, hogy ez már megtörtént, akkor megtörtént. Ez a képalkotás. Ez a képalkotás, így van. Most ezzel a vízvetéssel ez egy gyönyörűen működik. Gyerek még felnőtt, mindenkinek. A kisfiam az nagyon
érzékeny volt ilyen szempontból, tehát elvittük a közösségi rendezvényre, azt tudja, hogy egy 15 perc már nyaklott, nyűgös lett, minden baja volt, aztán beforrósodott a homloka, belázasodott. Ott ezt megcsináltam neki 5 perc múlva, ketyeget 36 fokon, és semmi baj nem volt. Tippak rendbe hozza a gyerekeket, és onnan ez egy diagnosztikai eljárás, és ugyanis ha nem süllyed lassan, akkor nem ez a baja. Tehát akkor tényleg nem tudja, hogy bekapott valami bacsit, vagy valamit, de ha lesüllyed, akkor tudja, hogy ez. Akkor a másik, ami egy nagyon csodálatos, és mindig nagy sikert arat, és ez az asszonyoknak a gyógymódja volt világélet, ez az ólomöntés. Az egy olyan egyszerű dolog, amivel nagyon hatékonyan lehet ezt a mezőt javítani. És alapvetően arra használták, hogy a ijegység, rémület okozta traumákat kivegyék a mezőből. Teszem azt, egy gyerek belesik egy kútba, ködörbe. Életben marad, de nagyon megijed. Ez egy nagyon erős érzelmi trauma, amit ő nagyon nehezen hever ki, és ez időtávlatában, 5-10 év távlatában fizikai szinten sokszor meg tud nyilvánulni, általában tüdő vagy szívbetegség formájában, egy ilyen ijegység. Most ez a kút egy példa, ott lehet más, hogy a kakas, kutya beszorítja valahova, meg akarja harapni, bármi, ami érzelmi traumát okoz, erős érzelmi ki, és általában ijegység vagy rémület az egyik eredménye. Na, ilyenkor ómot öntöttek azonnal, ami nem egy bonyolult dolog, székre leültették a relikvens, le volt takarva egy lepedővel. Majd ugye az ómot megmelegítették, egyik asszony, a másik az fogott egy tál szentelt vizet a feje fölött. Ez az ólom megmelegedett, és gondoljátok kereszt egy olyan környezetben, egy kicsi parasztház, kis konyhájába, fél homály van, csönd van, nem szól a tévé, a rádió, nem fog csörögni a mobil, serceg a tűz, ott vagy egy lepedő alatt, nem látsz semmit. Egyszerűen a lepedő miatt önmagadba kell, hogy forduljál, be vagy zárva, be vagy takarva, befelé fordulsz. Ők imádkoznak, hallod a halk mormolást, hallod a tüzet, majd az ómot bevágják a vízbe, azt mondja, mit csinál, forró ólom. Az akkorát durran, mint egy puska. Megijedsz. Ijegységet az ijegysége. Már is benne van egy analógia. Na most innen jön az érdekes része, mert az ólom elkezd formákat felvenni. Általában azt a formát veszi fel, amit ő megijedt. Tehát a kakas, hogy ki fog jönni a kakas? Vagy valamikor nem jön ki, akkor ugye újraolvasztják, öntik. Addig öntik, még egy tiszta szív alatt ki nem jön. Amikor kijön a tiszta szív alatt, ez most lehet egy stilizált szív, vagy lehet egy anatómiai szív is. Az a lényeg, hogy először ez az ólom mindig szórt. Tehát ilyen szétágazó, szórt, szétrobbanos. És elkezd egy ilyen konglomerátum képződni a közepén, elkezd összeállni. És alakot, formákat vesz fel, és ezek a formák neked beszélnek. Mondanak valamit az életedről. És mindegyiknél én már elég sokat csináltam, jönnek az ilyen úzások, hogy hoppá, valamit meglátta, és amikor ez megtörténik, kijön a szívalak, akkor egyszerűen ezt a vizet el kell önteni olyan helyre, ahol nem lép bele senki, mert hiszen ez hordoz valami olyan negatív dolgot, amit nem szeretné másra ráruházni, de anyós elítélnek ki lehet önteni a karját. Annak is kell látni, akit kezelsz, vagy pedig ezt a gyógyítónak kell. Nem, mit kezelsz? Hát igen. Akinek öntöd. Akkor leveszed a lehet, akkor lehet, akkor lehet. A lényeg, hogy ilyenkor ez, az ólom az kijavít, de ez lehet ón is. A viaszal nem működik, azt mondom. Csinálták viaszal nem működik szerintem. Nem, de majd nem viaszal csinálj. Hát nem tudom, én nekem viaszal nem. Ólom, ón. De a ón is az, amiben van ólom. Tehát mondjuk a bádogos cím, mondják, az van 30% ólom benne. Ón az azért, mert könnyebben megolvad egyébként is jelentősége. De elemi minőségben meg az ólom kell, hogy ez a Szaturnusz minőség. És ebből kiveszed a mezőből ezt a blokkot, ezt az ijegységet, és meggyődül a gyerek, és erre legalább 15-20 adat van, hogy orvosilag diagnosztizál szívbetegség, nem tudnak vele mit csinálni, végső kétségbeesésében a szülők elviszik az öntőasszonyhoz, kiöntik neki, és a gyerek egy hónap múlva rendben van. De például dadogást egy ólomöntéssel, hét lát, dadogást, tehát ilyen döbbenetes, hogy van egy kölök, megijed valamit, ő elkezd dadogni, ugye nem tudja feldolgozni, utána csinálnak neki egy ólomöntés, és elkezd folyékonyan beszélni, egy kezeléstől. Ez ilyetetlen van.
Na most ez az ólomöntés valójában ezzel a mezővel dolgozik, amivel egyébként a családállítás annyiban más, hogy az egy komplexebb dolog egy kicsit, de az ólomöntéssel saját mezőszinten meg lehet csinálni. A saját mezőt úgy értem, hogy ebbe lehet születéskori, tehát életbeni ijegység, de lehet magzatkori, meg előző életes is akár. Tehát ez kialítja a mezőt, és akkor onnantól kezdve, hogy a fizikai szinten, tehát ha energetikai szinten kiveszed, akkor fizikai szinten már megszűnik létezni a dolog magától. És ezek tök egyszerű dolgok. És nem lehet elrontani. Tudod, miért nem lehet elrontani? Mert ez nem ilyen pránás, meg ilyen dolog, hogy agyalsz, meg te csinálod, hanem te lényegében csak csinálod az ólomöntést, de felülről vezérelt a dolog. Teljesen felülről vezérelt. Volt egy nagyon brutális esetem volt egyszer. Mindegy, ismerősnél voltam, barátoknál voltam, és akkor mondták, hogy valaki nem volt ott a múltkori ólomöntés, hogy mutasson már meg, hogy kell. Én most nem szeretem ezt mutogatni, mert ez vagy sem rendesen, tehát hogy van tényleg egy eset, amire csinálod, vagy fölöslegesen elmutogatni, mert nincs értelme. De ott érdekes módon az volt, hogy jelentkezett egy hölgy, hogy neki anyukájának csináljuk meg, mert neki van egy ilyen problémája. Én ilyenkor nem szoktam kérdezni semmit, pontosan azért, hogy ne zavarjon be. Tehát nekem most elmesél a fél életét, akkor én már más a dolog. Ha nem tudok odafigyelni, hogy jön-e valami érdekesség, vagy látok-e én valamit, vagy tudok-e én valamit mondani neki. Lényeg, hogy mondtam, hogy jó, aki akarja, hogy maradjon létre, többi menjen ki. Elkezdtük csinálni. Hát voltak ott érdekes dolgok, ilyen gyertyaláng elváltozás, a mobiltelefonok elkezdtek megszólalni. A feleségem ott volt 200 km-re, a telefonja elkezdte mondani, hogy devla. Nem volt ilyen csengő, meg ilyesmi. Tehát ugye elkezdtek ilyen érdekes dolgok történni. Az egyik barátom, aki így szeret ilyen meditációkat csinálni, az elmenekült, mondta, hogy megy innen. A lényeg az volt, hogy csináltuk, és akkor nekem egyetlen egy név jött be a fejembe, és megkérdeztem ettől a hölgytől, akinek csináltuk, hogy ki az a Pista. Na és elkezdett zokogni a hölgy. És akkor mindegy, nem akarom elmesélni, hogy ez egy elég személyes jellegű dolog, de a lényeg, hogy volt egy olyan történet, hogy rossz, mindegy, jót tett valakivel ez a hölgy meg a családja, az a valaki ezt úgy felállta meg, hogy az egész közösség előtt rossz képbe hozta őket, és ez őt annyira megbántotta lelkileg, hogy belebetegedett szó szerint. Viszont ez, aki megbántott, ez nem tud bocsánatot kérni tőle, mert időközben valószínűleg elhalálozott. A lényeg, hogy ott maradt, nem tudott elmenni. És hogy behoztuk ebbe a körbe, el tudott menni, na most nem is ez a lényeg, hanem képzeljétek egy tök zárt udvar, és a bejárat előtt volt egy ilyen láttörlő, ami ilyen kókuszrostok voltak, ilyen drót közé leszorítva. Így. És akkor ugye mindenki hazament, elmentünk aludni, reggel felkedtünk, és akkor az első, aki kiment, az így állt, egy kókuszrost így szív alakban behajlítva, ott állt a bejárat előtt. És akkor együtt tudjuk, hogy a Pista megköszönt. Tehát hihetetlen dolgok tudnak közben történni, de valamikor nem ilyen, valamikor mintha semmi nem történne. Tehát teljesen változó, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolgok. Nekem azért 10 esetből 700 nagy zokogások vannak ott telepedő alatt, és nem azért, hogy meg akar fulladni, mert egyszerűen olyan érzelmi blokkok szabadulnak fel, ami jó, amitől meg tud végre szabadulni, és nagyon jó tapasztalatok szoktak. Én mindig azt szoktam mondani, ugye az asszonyoknak, hogy ezt csináljátok, mert ez tényleg ez a ti gyógymódotok. Egy férfi soha nem csinálta. Soha nem csinált. Egyetlen adatom nincs, hogy egy férfi valahol ólmot öntött volna, csak az asszonyok csinálták. És nem lehet elrontani. Hát most elmondtam a technikát, ezt kell csinálni, semmi más. Tamás, és mennyi a felkúródás idő? Egy szépen megoldhatod, mert átírodik a mezőbe, és Népi gyógyászatban nincs ilyen mennyezem, amikor megtörténik. Tehát a tapasztalat nincs ilyen tapasztalat. Nincs idő. Tehát nem, igazából nem. Tehát figyelj, ez ugyanolyan, hogy mennyi idő alatt, és hogy kinél mennyi. Tehát ahány ember, annyi sors, tehát mennyi idő alatt íródik át, meg erre nincs ilyen. Ez a baj, hogy ugye sokan azt várják a népi gyógyászattól, hogy itt olyan pontos receptek legyenek, meg dózis, meg mondjuk el, hogy mi, de nem. Csinálni kell, és akkor neked kell szerezni tapasztalatot ezzel. Én erre ezt tudom mondani. Mert nem fogsz ilyet találni, hogy mennyi idő alatt. Ez senki, figyelj, most gondolj, elvegy, mondjuk ha kiindulunk az adatokból, hogy mondjuk gyűjtöttek 10 ilyen adatot. Szerinted a néprajzosnak volt a gondolata arra, hogy megkérdezze, azután mi lett? Őt az érdekelt, hogy jaj, megint egy új technika, amit le tudok írni, népi gyógyászat.
senki nem úgy gyűjt, mai napig talán a Bernard Ilona, meg még egy-kettő, aki úgy gyűjt, hogy ő gyógyító is, és úgy gyűjt, hogy konkrétan rákérdez dolgokra, hogy és utána mi történt, és akkor hogy volt, meg mint volt. A legtöbb az nem így gyűjtött, hanem gyűjtött egy emléket, egy töredéket, amit aztán leírt, és akkor nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el. Mondom, a legtöbb információ, amit mondjuk összetűzőből szedni, az, hogy szívbeteg volt, nem tudták meggyógyítani, ómot öntöttek, meggyógyult. De hogy ez mennyi idő alatt történt, meg hogy, nem tudjuk. Úgyhogy ez szerintem pont a mi feladatunk, vagy a ti feladatotok, hogy ezeket kitapasztaljuk, és akkor gyűjtsünk róla most már tényleg annyival több információ, tapasztalatot, hogy ezeket tudjuk, de az élő dolgokkal való gyógyítás, az növény, állat, vagy ilyen dolgok, az mindig olyan, hogy nem szabad azt a precizitást elvárni tőle, mint a gyógyszertől, vagy bármitől. Tehát például ott a piócára mindenki másképp ad el. Van, amelyiknek elég egy-két kezelés, van, amelyikre fel kell 150 piócát, tehát nem egyszerre, de egy bizonyos időszinten van, mert hogy valami egyetlen történjen. Mindenki másképp ad el ezekre a dolgokra. De ez az ólomöntés, ez tipikusan olyan dolog, hogyha valakiről feltételezhető, hogy ez okozza, tehát megijedt, vagy állandó félelemben van, halálfélelemben, akkor érdemes megcsinálni, mert elrontani nem lehet. Tehát ez a családállítást el lehet rontani. Az, hogyha nem jól van vezetve, akkor több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. Ha jól csinálják, akkor viszont nagyon jó. Nekem mind a kettőben volt részem, azért tudok zongorázni lehet a különbséget. Ezt nem lehet elrontani, ezt felülrövezére. Itt semmit nem tudsz elkalapálni. A legrosszabb, ami töltött, hogy nem használ. Na bum.